Kőolajszál az ékokkal szennyezett ülepítőtóban találtak 6 hattyút Nagyvárad közelében. A vízimadarakat Marosvásárhelyre vitték, ahol a Milvusz madártani és természetvédelmi csoport szakemberei megpróbálták megtisztítani őket. A madarak a körülményekhez képest jól vannak, ahogy minden bizonnyal a szennyezés felelősei is, akiket híradónk időpontjáig nem sikerült előállítaniuk a hatóságoknak. Ebben a kőolaj származékokkal teli tóba tévedtek Nagyvárad mellett ezek a bütykös hattyúk. A vízimadaraknak nem tett jót a szennyezett vízben való úszkálás, állapotuk annyira súlyos volt, hogy Marosvásárhelyi állatmentőköz kellett szállítani őket. A tisztogatás után valószínű, hogy rehabilitálás következik, nem valószínű, hanem biztosan, mert ezekkel a tollakkal nem fognak tudni teljes és normális életet folytatni, mindaddig, amíg le nem vedik és új tollakat nem növesztenek. Ez egy nagyon hosszas folyamat, és így a központunk sincs teljes mértékben rákészülve, hogy 6 ekkora testű madarat, vízi madarat eltartson, úgymond, vagy rehabilitáljon. Jelenleg a csoport munkatársai a kőolaj származékot próbálják letisztítani a hattyúkról. A munka nem egyszerű, a korábban hófehér madarak még mindig fekete színűek. A 6 madár közül 2 jelenleg is állatorvosi megfigyelés alatt van. Legnagyobb gond velük az, hogy nem csak a tollazatuk szennyeződött ilyen olajszármazékokkal, hanem valószínű, hogy tisztogatták, próbálták tisztogatni magukat, a szervezetükbe is került. Most pillanatilag ők kezelés alatt vannak, infúziókat kapnak, illetve vitaminos kezelést, és annak függvényében, hogy milyen tüneteket produkálnak, majd még megpróbálunk mást is. Ez a hattyú már erősebb a többi társánál, a szakemberek szerint jó jel, hogy próbál védekezni. Az állatvédők nem tudják, hogyan kerülhetett ekkora mennyiségű kőolaj származék a tóba. A Bihar megyei környezetvédelmi őrség vizsgálatot indított.